hogy mindenkit a DVSC, TVB, Visuálta, Master Budese, NB1-es női bajnoki kézilabda mérkőzés sajtó tájékoztatóján. Először a vendégek mesterét kérdezném, hogy hogyan látta a mérkőzést, értékelje néhány mondatban a TVB Dámos. Először is szeretnék gratulálni a Medecennek a győzelemhez. Én úgy gondolom, hogy ha egy polgárpászolva volt a Debrecen Mestárnak, ugyanis másfél évben, amikor esélyünk lett volna egalizálni, akkor már a talos belgurokat mutatott be, ami tulajdonképpen meg is történt, csak aki el is döntött a mérkőzést. Ezen felül összességében a mérkőzésen 40%-os effektivitással lőttünk, ami elrejtett csak helyen, tehát ez egy olyan kategória, és akkor nem az átkövési szám volt, de szinte korosok, hanem a szélső, illetve a kérdőt részményben az egyik betörések, amik igazán fájnak, amit igen, hogy 100%-kal kéne főni. Amúgy a 3-2-1 működött labdát túlmerülni szeretném, csak nem tudtuk értékesíteni kiharcolt helyzeteket. Ez volt, én ezt mondtam a mérkőzés kulcsmomentum. Köszönjük szépen a vendégek játékosát, Szabó Valóriát kérdezem, hogy érezte magát a pályán, mit gondol a mérkőzésről? Én szeretnék gratulálni Dalgacsonnak, Fölöbbettinek. Hát sajnos jól védett, és hát 4 vagy 5 hetest kihagytunk, ami ott van eredményben, és szerencsére a lerohanásaikat azért sikerült megállítani, nem kaptuk annyit, mint volt. Viszont én is úgy gondolom, hogy a támadásunkban voltak nehézségek, és ugyanános egy cikket kihagyni. Hát nem volt. Nem éreztem, annyira jól magam, mert nem ilyen kívül. Köszönjük szépen! A Debrecen edzőjétonát is egy kérdezném, hogy hogyan értékeli a mérkőzést, kérem néhány mondatban azt a Actually, for us, every match is very difficult. After the situation that we went through last month, it's even more difficult. So, let's say our defense with our goalkeepers today was again in a high level, and I think that decided the match. No? Because against Lazio in one half, we got 19 goals, and today Kishvárnak, who is a really good team in attack, they just scored 20 goals in two halves now. So, defensive better than inside the match. And thanks for the fans and all our supporters in these difficult moments. Igazából egy minden mérkőzés nagyon nehéz, különösen az elmúlt egy hónap után. Nehéz volt készülni erre a meccsre. Nagyon jó védekeztünk, a Betty nagyon jó védett, és szeretném megköszönni Tone a szurkolóknak, illetve a támogatást, illetve a segítséget, amit a mérkőzésen nyújtottak. Köszönjük szépen! A debreceniek kapusát, Horváth Pászor Bettinát kérdezném, hogy érezte magát a mérkőzésen, újra bravúrosan védtél, ráéreztél ezekre a lövésekre, vagy tudatos volt? Hát nagyon nehéz, hogy igyekeztem én is készülni, hát most nagyon mély pontban vagyunk sajnos, tehát így úgy jöttek össze az eredmények, hogy szerettük volna, úgyhogy hát nagyon motivált voltam, mert én úgy éreztem, hogy a lányok is, tehát összeállítottam valahol, sokkal jobb volt a véletezés, mint mostanában szokott, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, nem tudok mondani, nagyon kellett az egész most. Köszönjük szépen! Van-e valakinek esetleg kérdése?